3 napos országos szintű ifjúságpasztorációs konferenciát tartottak Vácon a Piarista Kilátóközpontban a Mente ifjúsági lelkészségének szervezésében. A szeptember 27-e és 29-e között megrendezett esemény több mint 130 résztvevője különböző egyházmegyékből és lelkiségi mozgalmakból érkezett. Az ország egyházmegyéjéből érkeznek ifjúságpasztorációban tevékenykedő, dolgozó emberek, és ők tartanak előadást arról, hogy a saját egyházmegyéjükben, a saját ifjúságpasztorációs területeiken milyen kihívásaik, milyen feladataik vannak. Cél az, hogy mindenki, aki a fiatalokkal bármiféle kapcsolatban van, legyen lelkiségi mozgalom, vagy egyházi munkatárs, egy gondolatcsere, egy gondolatmegosztás tudjon létrejönni, hogy milyen nehézségekkel, milyen feladatokkal szembesülünk. Az újdonság ennek az idei konferenciának az, hogy a mi egyházmegyénk határozhatta meg a tematikáját, ugyanis jubileumi évünk van, amikor nagyon sok mindenért adunk hálát. Egyrészt 15 éves a Váci Egyházmegye ifjúsági lelkészség, 10 éves a Wifi Alapítvány, aminek az elnökeként segítem Tamás atyáék munkáját, meg az ifjúság munkáját, 30 éves a Tiszamenti Nagyboldogasszony Közösség, és még több régiónk, regionális ifjúsági közösségünk jubilál ebben az esztendőben. Nagyon örülünk és nagyon megtisztelő, hogy a saját tapasztalatainkról is beszélgethettünk, meghallgathattuk más egyházmegyék tapasztalatait, ez nagyon fejlesztő. Azt gondolom, hogy a mai keresztény fiatalokat az jellemzi, hogy nagyon nyitottak és nagyon, nagyon vágynak arra, hogy egy igazi, hiteles kereszténységgel, egyházzal találkozzanak. És azt gondolom, hogy ami jellemzi őket, a rengeteg kérdésfeltevés, nagyon érdeklődőek, nagyon keresnek, nagyon vágynak valami igazi, és talán örök dologra is, amit még talán ők se tudják, hogy igazán arra vágynak, de nagyon sok kérdésük arrafele irányul, a végtelen Isten felé. Vannak kis falvaink, ahol kevés egy pár fiatal található, és hogy őket közösségbe tudjuk újra formálni, ahhoz nagyon jók ezek a régiós találkozók, vagy ez a régiós szemléletű rendszer, amit itt a Váci Egyházmegye már évekkel ezelőtt kialakított. Mi már régóta, azt lehet mondani, évek óta összejárunk így országos szinten, ifjúsági bizottságban, ahol találkozunk egymással különböző egyházmegyékből, és kérdezgetnek bennünket. És mi mondjuk, és mi próbáljuk átadni, közvetíteni azt, amit mi megélünk, és úgy tűnt, hogy jó talajra hullott az amag, amit vetettünk. Nem csupán tapasztalatcserére és tanulásra, de kulturális programokban való részvételre is volt lehetőség. Kedd este tánctanítással egybekötött ír koncerten vehettek részt az érdeklődők a Brand zenekar vezetésével. Szerdán Berec András mesemondó előadását hallhatták. Lelkes napokra számos helyről, számos plébániáról érkeznek a táborozóink. Ezért szeretnénk nekik lehetőséget biztosítani, hogy kapcsolódjanak be az otthoni plébániájukra. Úgy tudunk egészségesen fejlődni hitéletileg is, hogyha rendszeresen találkozunk, ez pedig a plébánia tudja megadni a fiataloknak. Izgalmas látni azt, hogy akár egyházmegyei szinten, akár más lelkiségi mozgalmak milyen problémákkal szembesülnek, vagy milyen jó megoldásaik léteznek. Amit hazaviszek, azok a kapcsolatok, rengeteg új embert, ifjúsági vezetőt ismerhettem meg, akikkel el tudunk kezdeni közösen gondolkozni, akár közös projektekben, akár közös imákban, ki tudjuk egészíteni egymást, tudunk tanulni egymástól. Amikor a cserkészetet meg akarom határozni, akkor mindig azt mondom, hogy a preevangelizációban tud sokat segíteni. Nagyon sokat tud segíteni egy nyitott közösség, amiben a gyerek úgy érzi, hogy tag. És ha az ősvezetője, a közeg vallásos, és azért a cserkészetben benne van a lelkiség, akkor azért ő is egyre nyitottabb lesz a programok felé, táborban, tábori mise, egyéb alkalmak, lehetőségek az év folyamán, amik úgy azt gondolom, hogy ez a legnagyobb lehetőségünk, hogy mi a fiatalokat Isten felé vezessük. Amikor a közösség megalapult 40 éve,
akkor az egyik ötlet, hogy hogyan lehet evangelizálni a fiatalokat, az az volt, hogy egy szendvicsbárat kéne nyitni, ahol tényleg lehet. A fiatalok meg tudják szólítani a fiatalokat egy ilyen közvetlen közegben. Ez a kávézó, ami Budapesten a Horváth Mihály téren működik, ez 2019-ben nyílt meg. És a pult mögött egyébként misszionáriusok vannak, imacsoporttagok, tehát tényleg a közösség tagjai azok, akik a felszolgálást végzik. És bárki betérhet, nagyon sokszor van olyan, hogy betér valaki, körbenéz, látja, hogy itt van a falon egy kereszt, itt van az a Hungarió felirat, Jézusról szóló könyveket árulunk, és akkor így néha elindul egy beszélgetés, hogy akkor ti ki vagytok, miért van rajtatok kereszt? Tehát igazából ez egy nagyon jó találkozási pont idegeneknek, Istennel rajtunk keresztül.